A 112-es segélyhívó vonalat közel 30 évvel ezelőtt az Európai Unió kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajba jutottaknak csak egy segélyhívó számot kelljen megjegyezni függetlenül attól, hogy mentő, tűzoltót vagy rendőr szeretnének hívni. Ebben az évben automatikussá vált a hely meghatározás a 112-es segélyhívó vonalon. Az új funkció bevezetése értékes időspórol meg a hívásfogadó központoknak. Gyakorlatilag ezt a 2020. február és március hónaptól kezdtük el bevezetni, és ugye ez folyamatosan tesztelésre került, és mindig finomítottunk rajta, hogy ugye ez a rendszer jól működjön. Gyakorlatilag egy automata helymeghatározó rendszerről van szó, ami azt jelenti, hogy a bejelentés során egy olyan GPS adat érkezik hozzánk, aminek a segítségével néhány méteres pontossággal meg tudjuk határozni a bejelentőnek a helyszínét. Az, hogy mi hívta életre, hát igazából mi egy olyan szolgáltatást végzünk, ami esetében ugye folyamatosan törekszünk arra, hogy minél jobb, minél gyorsabb és minél precízebb legyen ez a szolgáltatás, és minél gyorsabban tudjuk továbbítani a bejelentőnek a kérését a készenléti szervek felé, illetve hogy a készenléti szervektől minél gyorsabban megkapják ugye a segítséget a bejelentők. És ugye ez a törekvés volt az, ami odáig vezetett, hogy ezt az automata helymeghatározó rendszert bevezessük az életünkbe, illetve hát hogy ezzel is segítsük ugye a bejelentők életét. Ha a bejelentő okostelefonnal rendelkezik, nem szükséges a beállításai módosítani a hely meghatározás külön működéséhez. A telefon rendszere automatikusan elküldi a központnak a pontos tartózkodási hely adatait. A segélyhívás tűpontos adatokat szolgáltat. Nagy pontosságú GPS adatokat kapunk, tehát nagyjából egy ilyen 5 méteres pontossággal meg tudjuk határozni, hogy hol van a bejelentőnek a fontos helyzete, illetve honnan érkezik a bejelentés, és ugye előfordulnak olyan esetek is, gondolva itt például egy autópályán közlekedésre, amikor a bejelentő nem biztos, hogy pontosan meg fogja tudni mondani, hogy hanyas kilométer szelvénynél tartózkodik, illetve hát hanyas kilométer szelvényt hagyta el. Ebben az esetben mi látjuk azt egy térképes felületen, hogy hol tartózkodik a bejelentő, és innentől kezdve ugye közösen meg tudjuk határozni, hogy honnan is érkezik a bejelentés. És ugye mivel mi már látjuk a térképen, és ugye leegyeztetjük a bejelentővel, sokkal-sokkal pontosabb és gyorsabb ez az információ, mint korábban, amikor ez az információ nem állt a rendelkezésünkre. A nemzeti segélyhívó számok a továbbiakban is élnek és nem kerülnek kivezetésre. Érdemes azonban tudni, hogy bármelyik segélyhívó szám tárcsázása esetén a központi adatbázis rendszerén keresztül pontos adatokat kapnak hívásunkról, így a jövőben valóban gyorsabb lesz az adatfelvétel, amely megkönnyíti mind a hívófél segélykérését, mind a központban dolgozók munkáját.